Torockai László a Tolna megyei egyes számú választókörzetben a Mi Hazánk mozgalom színeiben induló képviselőjelöltjüket, Jelics Viktóriát mutatta be, a Szekszárdon található Béla Király téren a jövő évi országgyűlési képviselő választásra készülve. A két gyermeket nevelő családanya szekszárdi és jelenleg a párt Tolna megyei elnöke. Jelics Viktória itt Szekszárdon egy kiváló jelölt, egy olyan családanya, egy olyan vállalkozó, egy olyan közgazdász, aki tényleg a maga szerénységével tudja méltóképpen képviselni a magyar emberek érdekeit. Jelics Viktória egyik fő célja a helyi vállalkozások támogatása, helyzetbe hozása. A célok azok, hogy az egyes választókerületben is, de az egész megyében, főleg a nagy multik helyett a mezőgazdaságon keresztül és a kisvállalkozókon keresztül fellendíteni a környéket. A Mi Hazánk az ország valamennyi választókerületében indít egyéni képviselőjelöltet.